30-as években voltam gyerek. Olyan polgári családba születtem bele, ahol természetesen élt együtt mindenki, társadalmi rangjától, helyzetétől, vallásától független. Apám, a húga, volt egy harmadik testvére. Neszmélyen töltött nagyon sok időt, mert ott lakott a dédnagypapám, ott főzték a pálinkát. Volt neki szakmunkás bizonyítványa is pálinka főzésből, úgyhogy neki volt szakmája. Tanító lettem. Komolyan vettem azt, hogy ha egyszer erre képességet érzek, akkor a népet, a szó Petőfi értelmében tanítani kell. Egy kültelt kiskolába küldtek tanítónak, amiért nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert megtanultam sok mindent, amit csak ott lehet megtanulni. Oda a katedrára följött egy magas, sudár ember, és elkezdett arról beszélni, hogy milyen filmet fogunk látni, mert ez a Szabad Egyetem volt. Mire kell odafigyelni, mitől más ez a film. Úgy tragikusan komor, hogy egyszer mint nem leverő, hanem felemelően és nemesen emberi. Egyszerűen lekötött a figyelmünket. Szóval úgy hallgattuk őt, mintha a filmet néztük volna. Túlzó. Ja, javasolta a Nemeskürtit, hogy hát a Nemeskürti az egy művelt ember, nem nyalja le a kést az étterembe, és tud oroszul, tud olaszul, tud angolul, és doktori címe is van, egyetemi doktori címe. Hát ő ért a filmhez is, hát mindenki olvassa az ő kritikáit. Meglehetősen hosszan és részletesen kifejtettem és taglaltam a magyar filmszakma hibáit, problémáit, és a végén kijelentettem, hogy eszem ágában sincs ezt a feladatot elvállalni. És valóban büszkén mondhatom, hogy azt a magyar filmművészetet, aminek értékeiből ma is sokan élnek, azt én is segítettem fölépíteni. Isten ilyen írt, hogy mondták rá, hogy egy prózaíró veszett el benne, de nem veszett el benne, mert főként a történeti munkáit úgy írta meg, mint a regényeket. Mándi Iván, Nemeskürti mozia. A nadrágtartó. Az a szakadozott ócska nadrágtartó. Mi az? Mit beszélsz? Megálltam a sétányon. Rámeredtem arra a nyurga, enyhén pattanásos képű fiúra. Ő is megáll, de olyan türelmetlenül, mint akinek nincs vesztegetni való ideje. Már legalább 20 kört tettünk meg a Károly kert sétányon. De hát tovább, tovább. Közben egy pillanatot a fordítás. Zugmozigat. A Zug utcában. És egyszer Nemeskürti azt mondta, holnap nincs mozi. Ott állt a sétány szélén, hunyorgott a napfényben. Mosolygott, mint aki valami csínyre készült. De hát a Fortuna, tudod, az a kis mozi. Nem, holnap nem érek rá. Pillanatnyi csönd, elutazom. Elutazol? Hová? Velencébe. Szíka vár. Vittorio de Sica. Megnémultam, szétfoszlottam a levegőben. Ő meg alig hallhatóan. Igen, a rendező, hiszen tudod, csoda Milánóban biciklitolvajok. Szóval Sica vár téged Velencében? Nem éppen fesztiválra, ez inkább olyan megbeszélésféle. És mi lesz Sica első kérdése, ahogy úgy körülnéz? Nemeskürti, hol van Nemeskürti? Felnevetett. Chaplin is ott lesz. Egyébként már nem szívesen utazik. Nemeskürti arca egyre távolodott a délelőtti napfényben. Valahonnan messziről hallottam. Majd jelentkezem, búcsút intett. Öregem, haza eltűnt.